A DAC korszak a legtöbb szülő rémálma, a gyermekeknek és a szülőknek is nehézségekkel, frusztrációval teli időszak, amelynek kezelése hatalmas kihívást jelent. Sok szülőben felmerül a kérdés, hogyan kellene kezelni egy gyermeke DAC korszakát. Ebben sokaknak segített Hornyák Marian előadása. Mi az, hogy nem eszik? Hogy ez biztosan nevelés kérdése. Mi az, hogy mondjuk hisztizik? Hát ez is biztos azért van, mert anya mondjuk nem következetes, vagy anya túl sokat megenged neki, vagy jöttek még az egyéb, ha éhes, akkor eszik történetek. Ezek olyan kardinális kérdések, amelyek minden szülőben megfogalmazódnak, amikor gyermeket nevelnek. Mindenki keresi a választ, de csak kevesen tudják rá azt. Alapvetően első körben fontos, hogy én nem szakértőként állok a kérdéshez, hanem egyrészt a saját gyerekeim révén kezdtem el kutatni a témát, másrészt pedig a Kékerdő Alapítványon keresztül nagyon sok gyerek, és velük együtt a családjuk érkezik hozzánk. Így fel kellett ismernem azt, hogy nagyon sokszor ez az egész család állapotáról, lelki világáról szól, és nem mindig csak a gyermekről. Alapvetően ez a korszak, ez egy teljesen természetes fejlődése a gyermeknek, amikor megpróbálja meghatározni önmagát, megpróbálja felfedezni a határait, és hogy ő hol helyezkedik el a világban, és próbálja valahogy megfogalmazni önmagát az édesanyjától különálló egységként is, és ez mindig nagyon nehéz. A gyerekeknél a körülbelül másfél éves kortól három éves korig terjedő időszakot úgynevezett DAC korszaknak nevezik. Többnyire ilyenkor alakul ki a gyermek én tudata, kezdi felismerni saját vágyait, szükségleteit és határait. Ezek pedig sokszor ellentétesek a szülők céljaival és vágyaival. Viszont amikor a gyerekek így viselkednek, úgymond hisztiznek, akkor azért látnotok kell nektek is, hogy vannak különbségek, vannak fokozatok, ugye, és elindulunk mondjuk a nyafitól az ördögűzésig. És ezen az íven kell megtalálnunk azt, hogy akkor most mi van mögötte? A Hajrá Anyu Egyesület szervezésében biztosítottak lehetőséget a hajdúszoboszlói anyukáknak arra, hogy meghallgassák egymást és tapasztalatot cseréljenek. Így van, ezeket mindenképpen úgy tervezzük, hogy lesz egy előadás része, tehát ahol a szakmailag általunk relevánsan gondolt előadó elmondja azt, amit ő gondol a témában, és utána eleve hagyunk legalább ugyanannyi időt, mint az előadás, ahol megbeszélhetik az édesanyák egymással, illetve az előadóval is a saját egyéni problémáikat, így olyan válaszokat kaphatnak, amelyeket tényleg tudnak alkalmazni a saját életükre. A gyermek fejlődésében az egyik legnehezebb szakasz a DAC korszak. Kiemelt szerepe van az akaratnak, az önállósulásnak, az elszakadásnak, valamint az érzelmi intelligencia fejlődésének. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden múlik azon, hogy a szülő mit hoz a saját gyermekkorából. Hogyha ő annó megtapasztalta azt, hogy toleranciával, odafigyeléssel, megértéssel lehet fordulni ezekhez a helyzetekhez, akkor kevésbé vonódik be önmaga is. Azonban, hogyha gyermekkorából azt a tapasztalatot hozza, hogy ez az önállósodás rossz, akkor ő is egy hihetetlen erős frusztrációval éli meg ezt a helyzetet. És óriási segítség tud lenni az, hogyha megpróbáljuk megérteni, hogy mit akar a kicsi, és majd csak utána reagálni arra, hogy ezt hogyan fejezi ki. Az érzelmek természetesek. A nehéz pillanatokban nem csak a gyermek, hanem a szülő is tanul. Én több utat látok a szülőknél megküzdési stratégiaként. Van az, amikor megpróbáljuk teljesen elfojtani, és valamilyen formában, de nagyon mélyre lenyomni, és túlélni a helyzetet. Van az, amikor megpróbálok beleállni a konfliktusba, és szembe helyezkedem a gyermekkel, tehát egy veszekedésé fordul, balhézni kezdünk. Meg van az a helyzet, amikor a gyermek mondjuk lefekszik a földre, és mondjuk én mellé fekszem. Ilyet látunk ritkábban. Ez nem csak a szülőknek és a közvetlen környezetüknek, hanem magának a gyereknek is egy nehéz időszak. Nem vagyok benne biztos, hogy ennek van eleje és vége. Én azt gondolom, hogy ez egy folyamat, és hullámokban újra és újra eljön hozzánk. Én konkrétan azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert gyanús volt, hogy az én 2 évesemnek nincs DAC korszaka, és azért vájtam bele magam ennyire mélyen ebbe a témába. És most kamaszodik, úgyhogy most ő DAC korszakos.
Csak annyit akartam még ehhez hozzátenni, hogy valójában a felnőtteknél látjuk ugyanennek a viselkedésnek a nagyobb méretű verzióját, amit már úgymond nem nevezünk dackorszaknak, de ugyanúgy fölcímkézzük, mint a kicsiket. Hornyák Marian előadása gyakorlatban működő tanácsokkal segített a hajdúszoboszlói édesanyáknak. Én azt szeretném nekik elmondani, hogy a gyermeknek a fejlődése, a gyermeknek a lelki világa, és még akkor is, hogyha ez egy óriási viharban, egy tomboló tornádóban jön felénk, ez nem a mi dolgunk. Ez nem a mi életünk, nem a mi fejlődésünk, nem a mi viharunk. És a gyermekünk a legkevésbé azt várja el tőlünk, hogy mi is hozzunk egy még nagyobb vihart ebbe a helyzetbe. És azt szeretném, és remélem, hogy sikerül ezt át is adnom, azt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudunk mi beállni a vihar közepébe, abba az egy pontba, ahol csend és béke van. És segíteni a gyermeknek azt, hogy ez a vihar békésen el tudjon vonulni. Kétségtelenül a dackorszak az egyik legnehezebb időszaka a gyereknevelésnek, és végtelen türelemre van szükség hozzá. Ezért a legjobb, amit a szülők tehetnek, az az, hogy előre felvértezik magukat a különféle eszközökkel, amik segítenek ennek a korszaknak a kezelésében.